Sziasztok! Borsos Tímár vagyok, ez pedig itt a csatornám, ahol engem érdeklő, szerintem érdekes dolgokat dolgozok fel. Most például a személyiségfejlesztés, azon kívül az úgynevezett spirituális vagy lélekfejlesztést, tehát már a magasabb szintű vagy magasabb röptű dolgoknak a vizsgálatában mélyültem el. Ehhez kapcsolatban megtaláltam a vonzás törvényét, és még azon belül is a jóskártyákat, ami nagyon úgy tűnik nekem, hogy a vonzás törvényének az alapjaira épül. Erre egyelőre nem találtam ellenvetést, de nem is húzom tovább az időt, először kezdjünk el kiüresíteni mindent a fejünkből, ami ellenállást vált ki belőlünk, ne gondoljunk semmire, én addig bepróbálok keverni, és hogyha kiesik egy lap, akkor az üzenetet fog hordozni számunkra. 6 lapot szeretnék letenni magára a szív csakrára, vagyis az érzelmi világunkra, a kapcsolati világunkra, pontosabban az a felsőbbrendű szeretet érzésére. És ezzel kapcsolatban egyébként szerettem volna még egy dolgot elmondani, amire még nem került sor, hoppá, ezt kivesszük. Ez pedig maga az úgynevezett szív-koherencia jelensége, ez pedig egy orvosi jelenség. Már egyből 3, nagyon jó, már csak 2 kell. És nagyon úgy tűnik, ja. Okay. Csak egy kell. És nagyon úgy tűnik, hogy ez orvosilag is igazoltan működik. A szervezetünket szinte pillanatok alatt képes minden szempontból helyre rakni, az immunrendszerünket aktivizálni. Ez pedig egy olyan állapot, amit simán légzéssel és koncentrálással el lehet érni. Méghozzá úgy, hogy egy nagy, hát, nagy levegőket véve, lassan lélegezve, szeretetre gondolunk gyakorlatilag, valami szereteteljes kép ugrik be nekünk, és ide összpontosítsuk a csecsemő mirigyünkre az energiát. És hogyha ez megvan, akkor kezdjük el hát szétáramoltatni a testünkbe, és gyűjteni. Ez egyébként nem csak meditációban lehetséges, aki ezt gyakorolja, gyakorlatilag ebben az állapotban bármit képes megcsinálni, a hétköznapi dolgait is, tehát gyakorlatilag képes ebben létezni. Én eddig mosogatás közben tudtam csak szívkoherenciában lenni, de van, aki ebben van reggeltől estig. Szóval ez egy nagyon hasznos és orvosilag is igazolható dolog. Mindenkinek érdemes legalább kipróbálnia, hogy egyáltalán milyen ez, és mindenkinek lehet ezt csinálni. Jó, ezt most ez nem esett ki, úgyhogy ezt én így még pluszba kihúzom, a játék. Jó, kijött a játék, a lehetőség a megbocsátásra, ez tegnap is kijött. Kreatív terv, azt hiszem kijött már az elmúlt napokban. Összpontosítsa a szolgálatra. Friss levegő, úgy látszik, ez nagyon-nagyon sokaknak adhat lehetőséget, és a hallgas. Nagyszerű. Akkor foglaljuk össze. Először is kezdjük azzal, hogy menjél friss levegőre és játsz. Mit szólsz? Ezt így összekötjük. Menjél friss levegőre és próbáld meg jól érezni magad. A játékosság derül, a kacagás energiával töltenek fel, és megújult reményekkel, emelkedett energiákkal. És így könnyedén fogsz visszatérni majd a munkádhoz, ha újra szükség lesz rá. A friss levegőn meg hát nyilván a természet közelsége, hogy szellőztesse gyakran, és ez jótékony hatással van rád. Hallgass a benned rejlő
dolgokra, tehát csendesítsd el az elmédet, próbálj meg semmire nem gondolni, és észre fogja venni egy idő után, hogy az elméd lecsendesedik. Tehát gyakorlatilag az elméd az csak egy eszköz arra, hogy egy ilyen riasztórendszer, egy számítógépes képernyő, ami folyamatosan értesítéseket küld, és ezt le tudod némítani gyakorlatilag, és figyelni a belső valódi gondolataidra. A csendes elme és test gyorsan és tisztán képes meghallani a belső intuíciót, tehát a kérés az, hogy hallgass. És ekkor lehetőséged lesz megbocsátásra is, amit egyébként energiákat és helyet szabadítanak fel, lehetőséget adnak az elengedésre, és ezzel helyet szabadítanak fel a pozitív dolgoknak a szívedben. Tehát most fogd fel, úgyhogy egy csomó negatív gondolat eltakarja, elfoglalja a helyet az elől, hogy békés és boldog gondolatok jöjjenek be helyette. Összpontosítsa szolgálatodra, hogyha ez megvan, vagyis válasz egy olyan célt, amit örömmel szolgálsz, és abban úszkáljál. Az áramlat folyamatosan azzal fog táplálni, amire szükséged van. Figyelmedet teljes mértékben összpontosíts arra, bármi is legyen az, és minden helyzetben az adás és az elfogadás sodrában úsz tovább. Tehát, ha hallgattál a belsődre, akkor fogsz találni egy olyan dolgot, aminek teljesen átadhatod magad, teljesen átadhatod a szolgálatának magad, és akkor jön létre a kreatív terv, alkotókedvet, kreativitást, önfejlesztést kelts életre, ez ugye játékkal is kapcsolatban van. Hát nagyjából ennyi lenne a 6 fő üzenet mára, friss levegő, játék, kreatívkodás, csendesedj el, bocsáss meg, és találj olyan okot, amivel szolgálhat női energiáknak a fő feladata, hogy ideje tovább lépni. Azért a ciklusokból áll, és vannak olyan ciklusok, amik ha lezárultak, akkor bizonyos dolgok már nem szolgálnak, ezeket a dolgokat el kell engedni, le kell zárni, és nem magunkat cipelni tovább. Férfi energiáknak az áruhás áldás lett a kártyája. Bíz a végtelen bölcsességében a mennyországnak, és válaszolni fognak az imáidra. Ami látszólag probléma, azt meg fogod érteni, hogy mik a burkolt okai. Jó. Tehát ideje tovább lépni, elengedni a férfiak, a férfi energiának pedig egy váratlan áruhás áldás lép a képbe. Még egy gyors lelki segédletet húzunk. Az igaz szerelem hagyja, hogy mindenki a saját útján járjon, mert tudja, hogy ez nem választja szét egymástól a feleket, Paulo Coelho. Hasonló üzenete már volt pont Paulo Coelhónak, de valóban az igaz szerelemben nem kell dönteni, és lehet önmagadnak lenni, és lehet a saját utadon, a saját céljaid felé haladni. Bocsánat, közben itt örömködés van, játék a háttérben, de remélem az nem rontott el az élményt. Legyen szép napotok, sikeres személyiségfejlesztést, illetve fejlődést. Már átgondolom azt a személyiségfejlődést, mert igazából nem személyiséget fejlesztünk, hanem ezt átgondolom. Na mindegy, a lényeg, legyen szép napotok, és ne felejtjétek el ezeket az üzeneteket mára. Sziasztok!